Én most már tudom, hogy a börtön és a láger nem a legszörnyűbb, ami az emberrel történhet. Az egyetlen szörnyű az, ha az ember nem tud tükörbe és önmagába nézni. A részvét nem kell. Semmit sem számít a jóból. Ami szép volt, messze és hideg, akár a hold. Csak mondd a verset, s a kör bezárul, magányból, kínból. És minden elárvul. És mindenki elárul. A költő itt a hóba ír, mert nincs papír. És mint a gyémánt megfagyott, de nem ragyog a hó. S a szó, mint hóba vés, nagyon kevés. Nem futja már idő ideg, az éhideg. Nem futja már a balga hit. A szavait nem olvassa el senki sem, mégis üzen. A költő itt a hóba ír, mert nincs papír. A jég hátán senki sem él. Kemény a tél, s a lét csak tárgyi tévedés. Az érv kevés. Ha él, ha vall, ha néha sír, a hóba ír. Hogy itt is költő, és magyar, és jót akar. Hogy itt is hinni, írni mer, hogy írni kell. Ha erre futtok, szarvasok, megálljatok. Az ember itt a hóba ír, mert nincs papír. És a hóba rótt szó nem fehér, az ón a vér. Én a British Council-nál dolgoztam, és ez most olyan furán hangzik, mintha önmagamat reklámoznám, de egy egész sereg kollégám azt mondta, hogy ha a karigot elviszik, akkor jobb, hogyha mi is olajra lépünk, mondták így kedvesen, akkor ránk is ránk kerül a sor. Na most nem csak a karig miatt, hanem a British Council miatt is. Bár a jó ég tudja, én akkor nem tudtam, hogy engem miért visznek el. Aztán kiderült, hogy a kommunista párt második kerületi titkára feljelentett, mint Mataharit a választások miatt. 1947. szeptember 1-én, az úgynevezett kék cédulás választások napján Karik Sára fordító, idegen nyelvi levelező, a Szociáldemokrata Párt második kerületi választási bizottságának tagja feljelentést tett a kommunista párt ellen választási csalás címén. Bizonyítékot talált, hogy azokkal a kék cédulákkal, amelyeket az Országos Választási Bizottság adott ki annak bizonyítására, hogy tulajdonosa szerepel a választási listán, a kommunisták csaltak. Teherautókkal utaztatták szavazóikat választókörzetről választókörzetre, és az egyébként semmiféle azonosítót nem tartalmazó kék cédulákat egyszerűen kék kartonokkal pótolták. Azokat adták le igazolásként. Mi történt 47-ben?
egy sikertelen kísérlet arra, hogy egyből átvegyék a hatalmat. Ugye a kék cédula mit jelent? Egy kékszínű névjegyzék kivonat, amivel az illető több helyen tudott szavazni. Kérdés az volt, hogy a kommunista párt hány teherautót tud szerezni, hogy felültetve az embereket hány helyre tudja elvinni, hogy leadják a szavazatokat. Ez az érem egyik oldala. Van annak azonban két olyan eleme, amiről nagyon keveset szoktunk beszélni, és én ezt a magam részéről sokkal fontosabbnak érzem. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a kék cédulás választások két párt között zajlottak le. Nem a hatalmon lévők, hogy ki lesz itt hatalmon vagy se, hanem a két munkáspárt egymással való rivalizálásának lett egyfelől egy olyan alapvető problémája, ami a szozdem miniszterek lebontásához is vezetett. Ez az egyik. A másik azonban talán ennél sokkal fontosabb. Ez a választási bíróságnak a működése, amik azt jelentette, hogy megszemisítették a Pfeiffer Zoltán vezette függetlenségi pártnak a szavazatait, miképpen a slaktájékét, a keresztény női táborét, és ez azt jelentette, hogy Magyarországon 45-höz képest eleve több mint 500 000-ban már eleve nem kaptak választójogot, most több mint 660 000 embernek semmisítették meg a voksát, ami azt jelentette, hogy több mint 1 millió embernek a választási eredménye semmisé vált. Vagy nem tudta úgy kifejezni az akaratát, mint hogy 1945-ben még megtehette. Mely pártok voltak ennek a koalíciós időszaknak a résztvevői? Tulajdonképpen négy pártról szoktunk beszélni, a Magyar Kommunista Pártról, szocdemekről, parasztpártiakról, illetve a kisgazdákról, de azt lehet mondani, hogy mindegyik pártban benne voltak a kriptokommunisták. Most kik ezek a legfontosabb emberek? Ezek azok az emberek, akik mind személyükben, mind tevékenységükben a kommunista párt előretolt hadoszlopai voltak. Elég, hogyha csak Kovács Imrének a visszaemlékezéséből utalok Erdei Ferencre, aki meghatározó pozíciót, belügyminiszteri pozíciót töltött be az ideiglenes nemzeti kormányba, de beszélhetnénk az új csoport tagjairól, Bart Sándorról, Ortutai Gyuláról és társaikról, akik a kisgazdapártban voltak, vagy éppenséggel Dobi Istvánról. Beszélhetnénk a szocdemek között a baloldaliakról, Marosáról és társairól. Ezek mind-mind akár a legális tagjai, vagy illegális tagjai voltak a kommunista mozgalmak, egy volt számukra a lényeg, a vonalhoz, Moszkvához való kötődés. Karik Sárát a választás másnapján a kommunista párt felügyelete alá tartozó rendőrség nyomozói beültették egy lefüggönyözött autóba, és 1954. augusztusáig szinte senki nem tudta, hol van. Utólag már tudjuk. Vorkután volt munkatáborban, a Sarkkörön túl, az örök hó és jég birodalmában. Karik Sára ott a gulágon verseket írt, azokat 40 évvel később barátai születésnapi meglepetésként Sarkövezet címmel kötet formájában megjelentették. Karik Sára nem volt költő, nem volt író, fordító volt. Addig sem és azután sem írt verset, legfeljebb csak magának. Talán így védekezett a 20. század rémségei ellen. Mintha más bolygón bolyongnék. Csontváz szürke holdvilágít. Hazugatáj, hogy az emlék a Dunánál dúsa pázsit. Talán mindig is itt éltem, s jégmezőkön telt az éltem. Álmomban égett a májva, s tüski és bogáncs lila lángja. Nem hiszem. Ez itt az álom, lidérc olmos holt sugáron, s magyarul csak én beszélek, magyarul már nem is élek. S dadogva sírom a csöndbe, tetsz halott fénnyel vitázva szenes, szennyes hógöröngybe. Ott, ahol én nevelkedtem, a dombról egy patak folyt.
hányszor ott nem estvé lettem. Éltem, akkor boldog volt. Ahhoz, hogy Karik Sára gulágon eltöltött éveiről tudjunk beszélni, először is azt kell tisztázni, vagy megértenünk, hogy milyen okok miatt kerültek ki emberek a Szovjetunióba? A Szovjetunióba alapvetően két ok miatt kerültek emberek, bár különböző módokon és különböző hullámokban, különböző ürügyekkel, de alapvetően két ok miatt a legfontosabb ok az az volt, hogy a Szovjetuniónak részben az újjáépítéshez szüksége volt kényszermunkásokra és külföldi kényszermunkásokra is, és azért is, mert politikai okokból is a szovjet vezetés igyekezett összegyűjteni a megszállt országokban azokat az embereket, akik a szovjetizálásnak, vagyis hogyha úgy tetszik a kommunista diktatúra kiépítésének vélt vagy valós ellenfelei lehetnek. Alapvető különbséget kell tenni fogoly és fogoly között. A hadifoglyok, a Málenki robotra hurcoltak, valamint az internáltak a Gupvi táboraiba, a háborús büntettekkel vádoltak, a politikailag megbízhatatlannak tartottak, az elítéltek, és a néha ítélet nélkül elhurcoltak pedig a gulág börtöneibe kerültek. Karik Sára soha nem volt elítélve. A Gupvi táboraiban lévők egyet tudtak. Egyszer haza kerülhetnek. A kérdés csak az volt, mikor. A gulág börtöneiben élők csak azt tudták, ha letelik büntetésük, akkor sem jöhetnek haza. Ott kell úgymond szabadon élniük, örökké. Ez az örökké esetükben Sztálin haláláig tartott. Aki azt túlélte, haza kerülhetett. A gulág börtönéből nem lehetett átkerülni a Gupvi táboraiba, de fordítva igen. Elég volt egy enyhébb szabálysértés, egy kegyetlen őr, és a Gupvi fogja a gulág rabjává lett. Negyed napja nem evett, harmad napja nem ivott. Vorkuta, Vorkuta. Túl a folyón, domb mögött, agyagbánya gödre vár, Vorkuta, Vorkuta. Oda viszik csónakon, nincsen két kezén bilincs, Vorkuta, Vorkuta. Folyóvize megárat, jeges hullám hömpölyög, Vorkuta, Vorkuta. Összekulcsolt két kezem mindig, mindig nemet int, Vorkuta, Vorkuta. Égnek emelt két keze, szennyes árban elmerült. Vorkuta. Vorkuta. Kérlek, ha én itthon maradok, mivel én életemből, akkor még elég rövid volt az életem, ugye igen, 30 előtt voltam, és nem, 30-on éppen csak, hogy átléptem, amikor engem elvittek. Én egész biztos bekerültem volna a húsdarálóba, úgy látom a kis kezemet, mind a kettőt. Én apámtól a zongora kezet örököltem. Az édesapám zeneiskolai igazgató, zenetanár volt, tanítóképző intézeti tanári zenetanár. Mert úgy beleillettem volna akármilyen koncepciós perbe, hogy ezt az ígyszert nem hagyták volna ki, különös tekintettel arra, hogy utáltak engem a kommunisták. Nem azért, mert én valami rosszat csináltam, hanem azért, mert intranzigens voltam, úgyhogy ez valahogy nem fért bele abba a szervilitásba, amit már akkor megszoktak az a négyes fogat, mert nem csak a kínaiaknak voltak négyes, a négy gonosz, igen, hanem itt is. Mint aki gyötrő súlyos kór levert, de lábadozva mégis talpra áll. Újra emlékszem, lángoló a kert. Tavaszi reggel ment el a halál. Újra emlékszem, járni hogy tanult a láb, s repülni hogy tanult a dal. A tegnap és a holnap egybe hull, a rút jelen a múlt árnyaival.
A józanész nem lát más, csak jeget és néhány satnyabokrot, korcsfenyőt. A szív álmodik, pitymalló eget, zöld nyárfasort, mely végtelenben őt. Hányszor kell újra kezdeni? Meddig feszül, és mikor pattan el a húr, a hit, a véges emberi? Míg a száműzött új hazára lel. A ként idézi minden lendület, a szégyent hozza most a régi rím. 7 éve élek kedves nélküled, s merengek arcot tűnt vonásain. Karik Sára az első világháború kitörésének évében Baján polgári családba született. Szülei pedagógusok voltak. Később Németországban az angol kisasszonyoknál tanult. Innen ered német és angol nyelvtudása. Kedves! Új nap virrad megint. Az ég szélén vörös vonal, mögötte sötétkék a mély. Előtte fehér szarvas áll, alatta hegy, völgy, csúcs, gerinc, fehér, 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 fehér. Lehunyt szememben él a kép. Egy perc és változik a táj. Az égen izzó napkorong. Mögötte tengerzöld a mély, előtte barna szarvas áll, alatta hegy, völgy, csúcs, gerinc, vörös, 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 vörös. Lememben él a kép. Apámat nem érdekelte, ki honnan jött. Demokratikus felfogása volt. A zene kapcsolta össze az emberekkel. Orgonált a városi zsinagógában a református, az evangélikus, a katolikus és a pravoszláv templomban is. Ő maga evangélikus volt. Ez a legliberálisabb a protestáns vallások közül. Nem a halál. Az élet a rém. És ahogy épül a sarki vasút töltéshez a tátongó csatorna, a kínzott test a gátperemén nem tudja késze már a norma. Pattog a jég és zuhan a csákány, ha megmersz állni, dermeszt a fagy, renegált rabok állnak a vártán, a sarki éj metsző szelével egyaránt űzi az őrt, s a rabot, s az északi fény ívéig ér el Sztálin. Vakharagod. Hol van Vorkuta? Mi ez a Vorkuta? Miért volt ez egy olyan rettenetes hely? A szovjet geológus csapat 1930-ban fedezte fel, hogy azon a területen, amit Vorkutának nevezünk, és illet híres és hírhet, hogy azon a területen antracitot lehet bányászni. Na most Vorkuta, Vorkuta egy lágerkörzet, hisz itt sosem egy lágerről van szó, hanem sok lágerről. Ez az Uralnak az északi részén van, ez már az északi sarkörnél van, illetve részben a sarkörön túl, és közel a Barents-tengerhez, ami Jeges-tengernek része. És ezt egyébként a visszaemlékezők is leírták meg, elmondták, hogy itt nagyjából fél évig sötét van, mert a tél az körülbelül 6 hónapig tart, és akkor a telet követi egy nagyon-nagyon rövid tavasz, majd pedig utána jön egy több hónapos nyár. Nyáron sincsen nagy meleg, a nyáron azért nehéz elviselni azt a környezetet, mert nagyon sok a szúnyog, nagyon sok a moszkító. 61 napja tart én már a pillanatnyi borzalom. Vért kellene inni már, mert szomjazom. Mert vért kíván, ha híg a vér. Így mondják Zürjén pásztorok. És most az emlék visszatér. A tűz lobog.
A Rén keskeny ketrecben áll, nyakán a bélből font kötél. A Rén kegyes halálra vár, feszül az ér, szemében kusza rettegés, kimondhatatlan borzalom. Lazul a húr, enged a kéz. Nincs oltalom. Egyetlen mély lélegzetet. És újra megfeszül a húr. De feladni az életet meg nem tanul a szív, a remegő ideg. Nem így. Nem ez a jó halál. A medve egyszer öli meg, ha rátalás, a farkas egyszer tépi szét. Az embernél nincs irgalom, hétszer emeli rád kezét a fájdalom. 61 napja tart ma már a borzalom. Az emberi. Számodra nincsen jó halál. Az egyszeri. Én úgy tudom, hogy mínusz 35 fokig kellett dolgozniuk a raboknak, mínusz 30 fok alatt nem kellett kimenni dolgozni, ezt vagy megtartották, vagy nem tartották meg. Hozzá kell tenni, amikor nem mentek ki dolgozni, akkor is kellett rendszerint dolgozni, de akkor a tábor körzeten belül. Amitől még nagyon szenvedtek a arabok, az a szél volt, különösen télen. Ugye hát itt a északi sark felől jön a szél óriás erővel, hisz nincsen egyetlen egy hegység sem, ami ezt a szelet felfogja. Aki az Uralnak a másik oldalán van, az ebből a szélből már kevesebbet érez, de hát ott nem. És ez viszont azért fontos, mert valamelyik visszaemlékezésben olvastam, és ez megdöbbentő volt, hogy azok a rabok, akik valami külszíni fejtéshez mentek, vagy egyszerűen a táborból mentek a munkahelyükre, ezek a rabok, ezek össze voltak kötve. És nem azért voltak összekötve, hogy nehogy megszökjenek, mert hát innen nem lehet megszökni, sokok miatt nem lehet megszökni, többek között azért sem, mert nincsen hová menni, hanem azért vannak ezek összekötve, hogy a szél nehogy elfújja őket. Mert hogyha nem lennének összekötve, akkor lehet, hogy egy embert felkap a szél és elsodor. Ó, de fura díszlet ez! Az égen két nap ragyog, mint a felhők fehérek, és alszanak a csillagok. Sebesen nő a virág, de nincs semmi illata. Fehér a hold és az ég, és a sarki éjszaka. A Vorkuta vizében ezüst halak játszanak. Nappal van, vagy éjszaka odalent a víz alatt. Nappal van, vagy éjszaka, odalent a föld alatt. Említette, hogy antracitot találtak. Ők bányában dolgoztak? Igen, igen, bányában dolgoztak. Hát itt több száz méter mélyen voltak a tárnák. Az antracit telepeken, az antracitnak a szélessége az mintegy 40 centi és 2,5 méter között változott. Tehát az a réteg, amit ki kellett termelni több száz méterrel a föld alatt. Tehát ez volt, kúszva? Amikor, ami 40 centis volt, akkor ott kúszva kellett, illetve részben fekve kellett kitermelni itt az antracitot. Ott, ahol mondjuk 2 méter volt, vagy 2,5 méter magas réteg volt, akkor ott viszont ott klasszikus járatok készültek, és akkor azokban a járatokban akkor vagy térdelve, vagy állva lehetett dolgozni, de rendszerint csákánnyal. Itt minden szín porosz. Fekete, fehér, piros. Szénporos, fekete hóra hull a vér. Piros a vér. És az éj hófehér. Az egész gulágrendszernek a lényege az, hogy termelni kell, akár vasércet, vagy akár aranyat, vagy rezet, vagy antracitot, vagy agyagot, vagy bármi mást,
bármi áron, szinte eszköz nélkül termeltek a gulág táborokban. Szolzsenyicin írja a Gulág sziget csoportban, hogy hát ezek a gulág raboknak a munkájához hasonlítható a nagy egyiptomi építkezésekhez, ahol rabszolgák dolgoztak, és a rabszolgák építették, csatornát is építettek, meg építették a piramisokat, de aztán Szolzsenyicin megjegyzi, hogy de nem jó az összehasonlítás, mert hogy az ókori keleten, hogy ott azért mégis az akkori legmodernebb technikát használták ezek a rabszolgák, de ők nem, de a gulág táborokban nem a legmodernebb technikát használják, hanem azt használják, ami van, amit ők maguk saját kezűleg tudnak csinálni, akár a talicskát is a rabok állítják elő, a tábort is a rabok építik fel, tehát Vorkóta is úgy épült, hogy a táborokat az első rabok vágják a földbe, hisz az első barakok földbe vágyt barakok, amikre aztán fákat tesznek, a fára pedig mohát tesznek, és akkor úgy próbálják aztán a meleget tartani, de a hadifogói internáló táborok is a hadifoglyok és internáló táboroknak az építménye, ők építik fel. Nem süti nap, jég nem veri. Nem gyűlöl már, és nem szeret. Nincs benne semmi emberi. Holt ez a porit, emberek. De ne mondjátok, hogy szegény. Hiszen nem űzi árny, se fény. A szűk urnában szabadabb, mint sűrű erdőben a vad. És te, ki érte sírni tudsz, ne hidd, hogy holt. A szó hazug. Bár nem ölel, nem öl, nem él, szűk urnájában zúg a vér. És merd te is kimondani. Életed izzó parazsánál forróbbak kihűlt hamvai. Karik Sára a szegedi egyetemi évei alatt családi jó viszonyba került mind Szentgyörgyi Alberttel, mind a leányával Nellivel, mind annak későbbi férjével Libik Györggyel. Karik a Szociáldemokrata párt szimpatizánsa, majd tagja lett. Később Libik György szervezte be az ellenállásba is. A Gyuri volt az, aki telefonált nekem a német megszállás után következő napon, hogy egy nyomdánk, csak így egyszerűen így nevezték, egy kézi hajtású nyomdagép lebukott, és vállalod-e? Mondom, honnan beszélsz? Azt mondja, a telefonfülké, mondom, hál' Istennek. Mondom, ha szétszeditek olyan kis darabokra, hogy a aktatáskákba különböző időpontokban el lehet hozni, akkor vállalom. És akkor kezdődött el egy ilyen illegális tevékenység, amiben én a Donát Ferenc Major Tamás és Kálai Gyulának a sejtjébe tartoztam. Mást nem ismertem, de őket különben is ismertem. És amit később kiderült, a Péter Gábor volt az összes nyomdáknak a fő-fő intézője és felelőse. De ez csak már akkor derült ki, amikor már hazajöttem Magyarországra. Ezt az anyagokat, amiket ottan csináltunk, ezt egyrészt a különböző erdélyi menekült papírokkal nálam, vagy pedig az elérhető közelemben lévő emberek csinálták, mondjuk karikatúrákat csinált Beck Judit, aztán fejléceket rajzolt Csillag Vera, grafikus művész. Karik Sára nem csak nyomdászként volt kitűnő, embermentőként is. Amikor bevezették, hogy a frontról szabadságra hazaérkező katonák gyorsított eljárásban egy nap alatt is köthetnek házasságot, kitalált egy embermentő eljárást. Budapest 10 különböző kerületében volt bérelt lakása. Ezekben bújtatta megmentettjeit, főként angolokat, lengyeleket, magyar zsidókat. Névházasságot kötött a menekülő fiatal férfiakkal, mégpedig úgy,
hogy frontról hazatérő katonák valódi papírjait lemásolta, azzal álltak a megmentendők az anyakönyvvezető elé, Karig mindig a saját nevén, akik a kor törvénye szerint ezért némi szabadságra, de főleg új iratokra voltak jogosultak. 8 névházassága volt, neki, aki sohasem ment férjhez. Mivel semmilyen központi adatnyilvántartás nem volt, a csalás nem derült ki, s az újdonsült férjek immár legális anyakönyvi papírokat kaptak. Karik Sára közvetlen kapcsolatba került a svéd követség munkatársaival és a svéd Vöröskereszt embermentő tagjaival, Per Angerral, Raoul Wallenberggel, Asta Nilssonnal és Valdemar Langlet professzorral. Az eskütéren, ott a két Clotilde palotában, baloldaliban volt egy hivataluk a svéd Vöröskereszt gyermekosztályának. És ott az Asta Nilsson féle. Az igen, először Langlet volt, amíg meg nem érkezett Asta Nilsson, aki már az első világháború előtt is itt volt. És kitűnő kapcsolatai voltak, hogy mennyire kitűnő volt a kapcsolata, az abból derült ki, hogy már másnap kérdezte, hogy ez megvan-e, nem, még szolgálatban van, hogy lehet elérni, stb. Úgyhogy nagyon sok olyan helyet találtunk, ahova elhelyezhettük a gyerekeket. Én közben már a Langlet professzorral, akit nagyon tiszteltem különben, de nagyon, nagyon pontos, precíz és ilyen kettős könyvelést csinált, pedig nem lehet konspirálni kettős könyveléssel, nem lehet a gyereket eltüntetni, és nem tudom én Árminkának adni Ferenc nevet, és Móriczkának nem tudom én János nevet. Azt én nem is tudom megmondani, hogy hány embert mentett meg a Gyurka, és ő se számolta, mert voltak olyan helyzetek, amikor már a Wallenberg itt volt, és akkor a Per Angerrel együtt, ő jó barátságba keveredett, együtt sieltek, az nagyon fontos volt, ugye. Na most a Per Anger, az nagyon jó viszonyban volt a Wallenberggel, nem tudom milyen régi ez a viszony, de minden esetre ők együtt dolgoztak, és az éjszakai különböző kirándulásaira mindig a Gyurit vitte magával, vagy pedig a Gyurit elküldte, és az nagyon sokszor embermentés volt. A csúfvarázslat véget ért. Titánia, elmúlt a nyár. A szörnyű dőre álomért, Titánia, mi volt az ár? Az ébredés vak szégyenét, s a kint nem érti senki már. Az arcod szégyen pírban ég. Tudod, hogy rút volt. Rút szamár. Tudod, hogy kábult, ostoba, hogy részeg volt, és csalt a szív. De nem szerettél úgy soha. És Oberon hiába hív. A Wallenberggel én néhányszor találkoztam, talán 4-5-ször életemben, de az a kisugárzás, ami abból az emberből áradt, az nekem szinte már unheimlich volt, hogy abban a pillanatban, amikor megjelent egy helyen, akkor rögtön az ember tudta, hogy itt most egy akarat van. És nagyon sok mindent el tudott intézni, amit senki más. Kiment listákkal, pénzzel, tehát ha ahol lehetett, tudta, hogy kit lehet vesztegetni, kit nem lehet, kit kell vesztegetni. Úgyhogy nagyon sok embert megmentett. Testi azt lehet mondani, hogy a nyilvánvaló halálra ítéltek közül legalább az 50%-át megmentette, az neki volt köszönhető. Úgyhogy én egész biztos vagyok benne. Wallenberg körül még most is, és egyre jobban, és egyre újabb és újabb születő legendák, éppen ezért ilyen nagyszámúak, mert mindenki, aki vele együtt volt, nem hiszi el azt, hogy egy ilyen ember meg is halhat. Karig meggyőződéses szocdem volt.
Jelentett ez valamit az ő sorsának alakulásában? Alapvetően. A két munkáspárt közötti viszony valójában az 1919-es kényszerű együttmeneteléstől eltekintve nem tekinthető felhőtlennek. A szociálfasizmusról szóló mese, a szozdemekkel szemben való zsigeri kommunista gyűlölet, akár nemzetközi munkásmozgalomból, akár hazai eredőkből származik. Ez végigkísért a mozgalomnak a történetet, egészen addig az abszurd szituációk, ahol már a jobboldali kizárt, meghurcolt, recskrehurcolt szozdemhez képest, a baloldali sokkal veszélyesebb, mert az belülről csinálsz egy konkurenciát. Tehát a belülről beengedtük a kvizlingeket. Tehát a rendszer szozdemellenessége az jobbról indul, és egész eljut a legbaloldalabbig helyzetekig. Tehát ilyen értelemben egy meggyőződés egy szociáldemokrata számára, aki demokrata, egy kommunista számára, az nem játszótárs. Már nevében is ingerel. Karigot miért nem mentették meg azok, akikkel az ellenállásban gyakorlatilag együtt dolgozott? Rajk, Péter Gábor. Miért Péter Gábor megmentette 49-ben Rajk Lászlót? Kádár János megmentette, akivel jóba voltak. Hát Kádár János ifjabb Rajk Lászlónak a keresztapja volt. Utána elvállalta azt a szerepet, hogy pártján belül ő az, aki végigvezeti az egész ügyet, ő tájékoztatja kétszer a központi vezetőséget, ő megy el vele Farkas Mihályhoz kihallgatni. Ezeknél az embereknél az emberi érzéseket nem szabad felvetni. Gyere, Mátyás! Hét lustája! Kint vár rád egy rokonod! Kiszaladtam. Nagy bundában a kapuban topogott. Térdem felül a csizmája, s felém nyújtott egy halat. Uram, bátyám, néném asszony, de a hal finom falat. Középkori krónikákban így írták le ősapám, ferdeszemű, apró ember, s a lába is görbetán. Néztük egymást, megköszöntem, s mert zűrénül nem tudok, oroszul hangzott a hála. Értik ezt az ugorok. Két szemedben jó barátom felvillan majd a humor, ha elmondom, hogy mint vállal testvérének egy ugor. Az érzelmi zsaroláson rögtön átlátsz, kedvesem, de a halat, édes vizit, nem veted ám meg, te sem. Karik Sára Gergely Ágnesnek adott 1987-es interjújában a Vorkutában töltött évekről azt mondta. Derűs élni akarással néztem a dolgokat, azzal, hogy ez az én életem. Ha itt kell leélnem, és ha itt meg is kell halnom, nekem akkor sem adnak más életet. Hogy kerül ebbe a történetbe Karik Sára? Mint Pilátus a krédóba. Ugyanis nyilvánvaló, hogy a kommunista mozgalom a kritikát nem tűri. Nem tűrte párton belül, hát még hogyan tűrné párton kívülről. 47-re a rendszer bekeményedik. A világ két részre szakad. Hirtelen a két tábor, és nyilvánvaló, hogy mindenki, aki nem úgy zenél, ahogy az én muzsikusom akarja, az bírálható személyé válik. Ha pedig a másik oldalról még át is szólnak, hangoskodnak, feljelentenek, nyilvánvalóan ez nem jelent egy piros pontot. De hát ha megrántották volna a vállukat, és azt mondták, hogy jó, hát följelentették, maradjunk ennyiben. A karaván halad. Nem, a karaván nem halad addig, ameddig előtte egyetlen kő, vagy utána egyetlen kő van, amit utána lehet dobni. Tehát itt szó nincs arról, hogy megbocsátanak, hogy mikor veszik elő, hogy mikor lépnek fel valakivel szemben, hogy azt a papírt, ami róla negatívumot tartalmaz, vele szemben mikor húzzák el, ezt mindig egy adott időszak, egy adott pillanat dönti el. Itt 1947-ben az volt a biztos, aki velünk szemben van, azzal fellépünk. Itt a Biblia nem úgy jött elő a kádári változatban, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Itt a Bibliának az a mondata jött el, hogy aki nem velünk van, az ellenünk van. Kedves! Amikor láncon vittek a porban, fehér kavicsot láttam. Kedves, amikor láncon vittek, a kis kavicsról dalt tudoráztam. Kedves, amikor láncon vittek, a kis kavicsot fel nem emeltem. Kedves, amikor láncon vittek, a
A dalt csak magamban énekeltem. A kényszermunkás életnek egy jellegzetessége, ez pedig a korrupció volt, ami azt jelentette, hogy mindenkinek valamit kellett adni. Ez a rendszer ez úgy működött, egyszerűen mondva, hogy mindenki mindenkitől lopott. Így működött a rendszer, és aztán a foglyok egyébként leírják a visszaemlékezéseikben, hogy az egész Szovjetunió így működött, és az egész kommunista rendszer így működött, hogy mindenki mindenkitől lop. A foglyok, kényszermunkások mennek mezőgazdasági munkát végezni, vagy mennek a gyárba, akkor ott mindenki a zsebébe tesz valamit, amit tud. Műanyag darab, élelmiszer, krumpli, cékla, vagy tök, vagy egy részdarab, szóval bármi, mindennek értéke van. Gumi abroncsnak a darabja iszonyatos értéket képvisel, mert abból lehet cipőtalpot csinálni. És akkor ennek egy részét le kell adni a munkavezetőnek, az őrnek kell adni, a táborparancsnokságnak kell adni, brigádvezetőnek kell adni, mindenkinek kell adni valamit, mindenki valakitől függ, ennek a hierarchikus rendszernek az alján, hát persze ugye a foglyok vannak. Bizony a foglyok egymástól is lopnak, mert a túlélésnek így lehet biztosítani, és azt kell mondani, mert így volt, hogyha egy fogoly meghal a Pritchen, akkor azt rendszerint reggel veszik észre, és akkor az az első, hogy megnézik, hogy mi van a feje alatt, hogy van-e valami morzsa, van-e egy kenyérdarab, mert akkor azt el lehet venni, és az életet jelent. Karik Sára kötetéről Orbán Ottó a következőket írta. Korunkra mélyen jellemző, hogy az a börtön, melyben a költő akár egy darab WC-papírra és egy ceruzacsonkkal, de írhat verset, még mindig nem a pokol legmélyebb bugyra. A pokol fenekén az állati sorba sűjesztett börtönlény embersége utolsó szilánkjait őrzi, önnöm méltóságát teremtve újjá azzal, hogy bebizonyítja magának, még mindig képes az ellenszegülésre, még mindig képes például magyarul verset írni, vagy a fejében őrizni a saját fejében írt verssorait, vagy a sarkvidék gyilkos fagyával dacolva szájában melengetni anyanyelvének dermedő szókészletét. A fehér föld. A fehér ég. A fehér hold a fehér égen. A mindent ellepő fehér halál. Magyar versben ennek a halálos fehérségnek, a gulág sápadt tébolyának Karik Sára a hírhozója. Verseket gyújt magában a fagyhalál ellen. Egy emberi lény, valaha fiatal nő, most csak a táborlétszám kortalan, semlegesítő tétele, általuk próbál meg emlékezni magára, és életben maradni. Jelent számunkra valami tanulságot Karignak a sorsa? Több szempontból. Hát azt, hogy először is, hogy még egyszer ez a világ ne jöjjön elő. Hol embereket gondolkodásukért, meggyőződésükért, büntető eljárásoknak vetnek alá. A másik, hogy embereket ne hurcoljanak a határon túlra, abba a világba, onnan visszajönni a szerencsés véletlenek közé tartozott. A Karik történet egyfajta állatorvosi ló. Mutatja, hogy egy ember, aki tisztességes, becsületes ember, aki mögött semmiféle negatívum nincs, van egy meggyőződés, hogy azt meg kell büntetni, mert a kommunista mozgalom nem tűr ellentmondást, sem a saját sorain belül, hát még azon kívül. És tulajdonképpen egy hatalom megszerzési időszakában, aki úgy tetszik a futballpályára, oldalvonalon túlra kiabál meg. Azt hiszem, benne nincsen kegyelem. Miért fogadta ezeket az embereket, amikor hazajöttek, olyan gyanakvó, ellenséges légkör? Hát a
Na most, amikor 47-ben, 48-ban jönnek a hadifoglyok, internáltak, akkor bár nekik is megmondják, hogy amikor átjönnek Magyarországra, illetve a debreceni átvevő táborban, amikor fogadják őket, azért nekik is megmondják, hogy a szovjet táborokról, arról, amit ott látnak, nem mondjanak semmit se. Mert ha eljár a szájuk, akkor abba a táborba kerülnek vissza, ahol raboskodtak, ahol épp annyit szenvedtek, ahonnan épp visszajöttek. És nem is nagyon beszélnek valóban. De azért őket fogadják. Tehát amikor a falujában megérkezik egy fogoly, és tudják, hogy érkezik, akkor azért kimennek elé, akkor várják kocsikkal, hát lovaskocsikkal, akkor a falu népe rendszerint kint van. Most a gulágosokkal azért más a helyzet, hogy itt a gulágosok 53 után kezdenek hát szállingozni, és sokakat közülük nem is engednek szabadon, van, aki még aztán még magyar börtönben is eltölt néhány hónapot, vagy esetleg néhány évet. De valóban hát őket úgy tekintik, hogy ők háborús bűnösök, akiket elítélnek a Szovjetunióban. És hát aki 54-ben vagy 55-ben jön haza, van, aki 56-ban le is tölti a 10 évét éppenséggel. Tehát ők úgy jönnek haza, hogy bűnösök, büntetett előéletűek, akikkel már csak azért is vigyázni kell, mert ezek a Szovjetuniónak ugye a legsötétebb arcát látják, tehát a kommunizmusnak a legsötétebb arcát látják. Tehát itt őket figyelik. Nagyon sok gulágos egyébként úgy tartja a kapcsolatot a gulágos társaival, hogy időnként összejönnek itt-ott nyilvános helyen, és hogy ők szabadon beszélnek egymás között, oroszul beszélnek. És azért beszélnek oroszul, mert talán jobban is tudnak oroszul, mint magyarul. Mert eltöltenek 10 évet orosz környezetben, az a szovjet táborvilágban keveset beszélnek magyarul. És egy ilyen történet volt, hogy szólt nekik egy rendőr, aki őket figyeli civilben, hogy hagyják abba az orosz beszédet, mert nem értem, mert nekem jelentenem kell, és magyarul tessék beszélni. Zötyög a vonat. Csak nézem őket, a makucskára hazatérőket. Mert meghallgatta a hőimákat az Úr, s mind itt vannak, kiket vártak, a sírból, mely most kidobta őket, az asszonyt, a férjet és szeretőket, a makucskára hazatérőket. És ki fagytól égett a pokolban, most tudja meg, hogy a pokol hol van. S kiket betemetett a tárna, megtudják, hogy senki se várja, bár a földménye kihányta őket, az asszonyt, férjet és szeretőket, a makucskára hazatérőket. S ki végre elérte a nirvánát, most döbben rá, hogy azok se várják, akiknek meghallgatta imáját az Úr, kinyitva sírjuk száját, volt otthonukba bocsátva őket, az asszonyt, férjet és szeretőket, a makucskára hazatérőket. Hiába jöttek a holtak vissza, hisz látják, borukat már más issza, s megértik, nem elég visszatérni a halálból, mert túl kell élni a feltámadást. Nem várták őket, az asszonyt, férjet és szeretőket, a makucskára hazatérőket. A haláltól nem kell félni. A német megszállás alatt az orosz fogságban sem a haláltól féltem, hanem attól, hogy testileg, lelkileg eltorzulok, és
hogy elkezdek valakit gyűlölni.